Az előző részek tartalmából Zoltán barátommal fogadtam, hogy létezik olyan, hogy magyar kávé, majd egy szép péntek reggel elindultunk, hogy ezt bebizonyítsam neki. Úgy gondoltam, hogy ha már úton vagyunk, megnézzünk egy-két remek kávézót a Balaton partján, így jutottunk el az első helyszínre, a Pazar Café Company-ba Balatonfüredre, ahol nem csak finom kávékat tudtunk kóstolni, de remek süteményekkel, illetve zöldség és gyümölcs turmixokkal is tudtuk kényeztetni az ízlelő bimboinkat. Úgy közben megéheztünk, és egy olyan éttermet kerestünk, ahol az ebéd után specialty kávét is fogyaszthatunk. Így jutottunk el a Balaton Almárni Veganita Home-ba, ahol életem legfinomabb vegetáriánus ebédét fogyaszthattam el, természetesen a kávéjukat is megkóstoltuk. És akkor nézzük, hogy mi történt a nap második felében. Hát nem tudom, látjátok-e itt mögöttem ezt a kilátást, ami itt van, és hát mellettem itt van Lakatos Andi. A Balaton part egyik legszebb helyén vagyunk. Itt, ha nézitek, hogy egyszerűen fantasztikus kilátást tárul itt elénk. Szinte az egész Balaton belátni innen. Csend van, madárcsicsergés, és hát ha megfordulunk, akkor itt velünk szembe, pedig egy rozsdás dobozban van egy fantasztikus kávézó. Bizony. Aminek, ha valaki a közelében vagy, akkor megtudja, hogy miről kapta a nevét. Nézzük meg ezt a kávézót, ezt tavaly nyitottatok, igaz? Igen, augusztusban. Tehát így eddig szezon végén. Szezon végén nyitó bulit tartottunk, igen, ezt így szoktuk mi is mondani. Milyen volt a fogadtatás? Nagyon örültek neki. Nyilván Balatonon szerintem mindenhol elkélne egy ilyen hely. Igazából nem nagyon kellett reklámozni, mert a helyi lakosok voltak azok, akik első körben így megtámadtak bennünket. Most lesz az első nagy szezonotok, Bizony, amikor lesz itt haddelhad, mert szerintem a híre megy ennek, hogy itt ilyen kilátással finom kávét lehet. Én azt szoktam mondani, hogy ugye azzal indítottuk ezt a történetet, hogy Balaton is megérdemel egy jó kávét. Én meg vagyok győződve róla, hogy Balaton minden szempontból, bármelyik településről nagyon szép. Az, hogy ennek van egy ilyen kerete, és így rácsodálkozunk, hogy hú, de jól néz ki, az akkor jön ki, amikor egy szolgáltatás megjelenik a panorámába. De mondom, léptennyomon lehet ilyen panorámát találni, csak a padról nem tűnik föl. Ez olyan, mint a vakkeret, ugye, hogy vakkeret, vagy adok neki egy szép keretet, és így akkor van. Hú, de jól néz ki. Úgyhogy mi vagyunk most ennek a kerete. Más a feeling azért, csak kezedben egy csésze, akár egy hideg, akár egy meleg ital, ilyenkor nyáron, kinek melyik az ízlése, és úgy tud gyönyörködni, beszélgetni azzal, akivel éppen jött, barátokkal, bizony, családdal, stb. És azért itt el lehet kellemesen tölteni. Miből áll a választékotok? Menjünk be, nézzünk. Igen, ez egy kicsit különlegesebb, ugye sokan jönnek és kérnek egy ilyen, egy olyan kólát, és akkor így nem nagyon ismerik a termékportfólióinkat. Próbáltunk ezzel is egy kicsit különlegesebbek lenni, specialiték. Ne hazudtoljuk meg magunkat. Például vannak kóláink, és ezek ilyen nagyon-nagyon egészséges, bioösszetevőjű, például a szüretlen almát, azt mindenkinek kötelező megkóstolnia. Mit tudjunk rólad, Martin, mert mi még nem találkoztunk. Az Ekorincs Kft-től jöttem, aki a helynek a, úgymond az üzemeltetőjéhez is tartozik. Mi látjuk el a helyet kávéval, illetve mindenféle földjóval. Többek között azért is érkeztem, hogy megnézem a baristák munkáit, illetve egy kicsit kisegítsem, korrigáljam, hogyha vannak kérdések, és hogy minél jobb kávékat készítsük a nap folyamán. Oké, nézzük meg, hogy milyen kávétok vannak, jó? Jelenleg a Presso kávénk a Racer Beans kávépörkölőktől érkezett. Az örlőben jelenleg egy kosztarikai kávé található, ami 1800 méter magasan termett kávé. Váltatok holnap? Így van, ő egy kolumbiai brazil keverék lesz. Aha. Hát akkor néha blender dolgoztok, néha pedig single origin kávéval. Így van. Mögötted van egy gyönyörű, szép Sanremo kávégép. Így van. Amivel most nekünk készíteni fogsz valami fincsiséget. Mit kell tudni erről a gépről? A Sanremónak majdhogy nem a legmagasabb kategóriás gépe. Egyel van egy kávégép fölött, ő az Opera, ő az zászlós hajója. Gyakorlatilag közelstávol hasonló tudásra képes ez a kávégép is. Félfokonként beállítható a hőmérséklet rajta, a multiboileres rendszer azt található benne. Két felkülön hőmérséklet? Így van. Miért jó egy ilyen gép annak, hogy bejön valaki az utcáról kávét fogyasztani, és mivel tud ez többet? A konzisztencia itt a kulcs szó.
illetve a konzisztencia, pont... magyarázok, hogy mit jelent. Egyformák legyenek mindig az elkészített kávék. Így van. Tehát így lehetne a legjobban kávényelvre ezt lefordítani. Pontosan le tudjuk mérni, illetve vissza tudjuk ellenőrizni, hogy az adott kávé a megfelelő recept alapján készült-e. Uh-huh. Ezt biztosítják a külön boilerek, illetve a vezérlőpanelek, ahonnan folyamatosan leolvashatok minden másodpercben a konkrét pontos értékek. Így, mint az, a hőfok, a másodperc, illetve az átfolyt milliliter, a grammok is. Na hát nézzünk egy gyönyörű kávét vele, jó? Már is készítünk egyet. Az, hogy komplex savakkal rendelkező kávét kapjunk, és minél édesebb legyen a végeredmény. Tehát, hogy akkor ezzel most meg is lehet cáfolni azt, hogy sokan azt mondják, hogy a kávé ez egy keserű ital. Hát nem, mert a kávé az... A kávé megfelelően van elkészítve, akkor ő édes, komplex. Vannak benne savak, de nem zavaróak. Úgyhogy tessék figyelni, aki keserű kávét ívott, az váltson kávézót. Így van. Well, I don't hear the sound as I'm reaching out. Én bevárolom az eszpresszót, nem tudom, hogy valaki a cappuccinót viszi-e, és Zoli rárabol. Kedves egészségetekre! Mondd még egyszer, hogy közelebb hajolok rá, a mikrofon nálam van. Ne, nagyon rendben van, tényleg jó. Ez finom. Köszönjük szépen a kávét és a kalauzolást. Ugye? Hát én sok sikert kívánok akkor nektek. Köszönjük szépen. How we get the love that says the waters turned into wine. Well, I've been twisting out, I've been twisting out. Zomba nevű telepésen vagyunk, és mindjárt megyünk egy kávézóba, ahol bizony specialityt lehet kapni. Ez nem más, mint a kávéműhely, és talán elmondhatjuk azt, hogy a vlog történetében ez lesz az a kávézó, ahol a legkisebb telepésen specialty kávézó van. Ébred a városka, friss kávé illata, az utcát bejárja, mindenki kívánja, megadja a lökés, kenyai körkölés, csészébe pohárba, bögrébe az ágyba, koffein a testbe, tükörbe lefestve, kitágult pupilla, kezdődhet a munka. Mióta működteted ezt a kávézót? Így, mint kávézó, így tavaly áprilisban nyitottunk. Előtte más volt? 88 óta van nyitva ez a hely. Igen. Akkor nem kávézóként üzemelt. Próbáltunk többféle. Voltunk söröző, volt sörfőzdénk, de figyeltünk a kor szavára. Tehát sört is főztetek? Igen, régebben. És tavaly úgy döntöttünk, hogy felújítjuk a helyet, és csinálunk belőle egy klassz kis kávézót. Aha. Milyen a fogadtatása? Hát az átutazókból azt veszem észre, hogy egyre több a visszatérő vendégünk. A helyiek még azért ismerkednek az új helyjel.
Parancsoljon, egészségére. Ugye említetted, hogy nálatok kettőféle kávé van. Van a hagyományos olasz pörkölésű, és van a specialty. Mi a jellemző? 8-2 az arány. 8 olasz pörkölésre jut kettő specialty. Az jó, mert az jobb, mint az országos átlag. Igen. Tehát ha megnézzük az összkávéfogyást, akkor átlag felül teljesítesz. Na, ezt ilyen szempontból. Kinek a kávéját tartjátok? A Szekszárdi kávéházának a tulajdonosa, Tóth Sándor, ő neki van egy pörkölője. Tehát Lucky Cup. A Lucky Cup. Mi van most törlőtökben, specialtyben? Ruandánk van. Csinálsz nekünk egyet, hogy megkóstoljuk? Mit szeretnétek, mit készítsük? Presszót természetesen. És hogy jött neked a kávé iránti érdeklődésed? Már ilyen. Régóta foglalkoztatott ez a kávé kérdés. 88-ban is, amikor mindenki szarvasi kávéfőzővel dolgozott, mi már akkor egy Baby Gajjával. Na most eljutottál ez egy elég komoly kávégépig, és egy szép kávéválasztékig. Igen, a Sanyit a 2000-es évek elején ismertem meg, és kim voltunk egy képzésen, egy 4-5 napos képzésen Olaszországban, a gyárban, ahol a Don Cortez-t pörkölik. Aha. Ott ismerkedtünk össze a Cortez-zel. 8-an mentünk ki a Sanyival. Ebből 7 a Maresto kávét árultak. Magdinak is adok belőle. 7-en Maresto kávét árultak, én még mindig akkor piacadóros voltam. Aha. És ott kint döntöttem el, hogy váltunk a kávéval, és akkor jött a Cortez. Csak akkor jött a Cortez, és tavaly megnyitottál a kávézót, pedig a Lucky Cup, akkor pedig igen. A Lucky Cup bejött értelemszerűen mellé. Sanyinál tanultad a szakmát is? Nem, hát az az egyhetes képzés volt kint Olaszországban, és hát már 10 éve készítek kávékat, autodidakta módon, és a Sanyinak a barisztái rendszeresen járnak ide, a Miklós meg a Pető, hát tőlük is lehet tanulni, meg a Sanyitól. Tehát itt vidéken mi nem tudjuk megtenni azt, hogy 100%-ban kávézók legyünk. Nekünk ugye itt kell foglalkoznunk fagylaltal, kapocsörünk van. És hát most nyáron gondolom azért a hűtős pult az, ami a leglátogatott lap, a fagyis pult. Igen. De, hogy említetted, te elég régóta vagy a szakmában, és valamikor sört is főztél. Milyen jellegű sört készítettetek? 92-ben nyitott a sörfőzdénk, és sajnos 95-ben a többségével együtt be is zártunk. Beleestünk mi is abba a hibába, hogy kizárólag világos sört gyártottunk, és árba versenyezni akartunk az akkori sörgyárakkal. Ez persze nem ment, ehhez még kicsik voltunk akkor. Ez is volt az egyik oka, hogy 100 sörfőzdéből 97-be zárt. 95. És világos az ilyen láger típusú sörök voltak, igen, pilzeni? Igen, zárt tartályos, felső erjesztésű sörök voltak, de csak világos. És igény lett volna a közönség részéről? Hát most is van egy sörforradalom dévig az országban. Igen. Szerintem már nem világos sörökkel dolgoznak. Hát, vegyesnek látom. Hát az őmen már nem világos. Aha. Nem világos. Elmentek az él irányába. Hát ez ugyanúgy, mint a kávénál, hogy így van, egy olasz pörköléssel kiugrani nem lehet, mert az mindenhol van. De egy jó specialty azért az tud különlegeset mutatni és bevonzani egy plusz közönséget, aki egyébként lehet nem jönne valóban.